Hello, sziasztok! Az én nevem Betfir, és... Hát igen, Metro 2033, Redux. Amíg a Metro The Last Light egy egyértelműen kiváló játék volt, hát az elődjéről ezt nem lehetett így elmondani. Tele volt rengeteg buggal, az Emmy valami bődületesen buta volt, és nem is futott olyan jól a gépen, mint ahogy kellett volna. No meg tápláltam iránt egy ilyen személyes ellenszenvet, mivel hát én hatalmas Metro 2033 könyvrajongó vagyok, és úgy éreztem, hogy a játék csak nem is próbálja visszaadni azt a filozófiát, amit a könyvben megismerhettünk. Na de évek múltán visszatérve a Metro világába, elmondhatom, hogy hatalmas élmény volt. A játék elindításakor láthatjuk, hogy kaptunk kétféle modot, a Spartant és a Survivort. Játékstílusunktól függ, hogy melyiket választjuk, ha például mi hatalmas nagy Rambo jumpik vagyunk, akik végig akarjuk lövöldözni az egész játékot, akkor illik a Spartant választani, és akkor a játék el fog látni minket az egész játékmenet alatt sok-sok-sok-sok lőszerrel. Viszont hogyha úgy érezzük, hogy minket a jóisten is lopakodó mágusnak teremtett, és szeretnénk átélni, hogy milyen lehet a Metróban valójában túlélni, akkor viszont illik a Survivort választani, ahol bizony nagyon kevés lőszert kapunk, illik a pályákon mindent felkutatni, mindent kipakolni, minden kis zegzugot felkutatni, hát a plusz lőszert találunk, és persze lopakodni, nem tűzharcba keveredni mindenkivel, akit csak látunk. Én Survivor moddal kezdtem el a legnehezebb fokozaton, és még engem is, aki a Stalkeren nevelkedett, nagyon megizzasztott, és gyakran azért, mert a játék mocskosul unfair, de erről majd később. Szóval nézzük, mit kapunk ebben a felújított verzióban. Elsőnek sokkal szebb grafikát, ha nézzetek rá, ezerszer jobban néz ki, mint az alapjáték, és már nem olyan rohadt sötét, hogy ne lássál semmit. A fények azért tényleg most már rendesen világítanak, belátni a tájat, a szobát, és jobb rálátásunk lesz, hogy ez egy baromira szép játék. A másik, hogy optimalizáltabb is lett, hú, sokkal optimalizáltabb lett, mint az alap, nála mindent magasra beállítva, felvétel mellett 40 FPS-en volt, ami bőven jó. A legtöbb szereplő kapott egy teljesen új kinézetet, a tárgyakkal való interakcióknak most már van animációjuk, és lecserélték a narrátor unott hangját arra, amit a Metro Last Light-ban már megszokhattunk. Aztán fejlődött még a mesterséges intelligencia, ami annyi lett, hogy a katonák most már nem elképesztően hülyék, csak kicsit hülyék, és a szörnyek sokkal szörnyesebben viselkednek. Kaptunk pár plusz fegyvert, és hát igen, a történet. Szóval most már így, hogy kijátszottam a játékot, rá kellett jönnöm, hogy teljesen más volt a megközelítés, mint a könyvnél, és így teljesen ki vagyok vele békülve, bár tartom magam, hogy a történetmesélés még így is ezerszer jobb lehetett volna, de teljesen jó, szóval nincs vele probléma. Na de visszatérve arra, hogy a játék ilyenként rohadtan fair. Ahogy mondtam, én Survivor modban kezdtem, a legnehezebb fokozaton, hogy azért legyen kihívás, és volt is kihívás, helyenként már túl sok, mert voltak olyan helyzetek, amiket egyszerűen nem lehetett megoldani. Szóval az emberek elleni harccal nem is volt semmi probléma, szóval ott meg lehetett oldani, hogy az ember állandóan lopakodik, mindenkit leszúr, hátba késel, és folyamatosan gyűjti a lőszert. Na de a szörnyeknél, szóval ott azért helyenként elborult a készítőknek a gyógyszer. Szörnyek ellen azért is nehéz, mert hiába lövi az ember őket tucatjával, tőlük nem kap lőszert. Akkor jön a második opció, hogy a lőszert fel kell kutatni a pályán. Olyankor az ember benéz mindenhova, átkutat mindent, ahogy én is tettem. Szóval nem volt a pályának olyan kis szöglete, olyan kis sarka, ahova ne néztem volna be, hogy akad-e valami plusz lőszer. És még így is a játék egyszerűen tucatjával küldi rád a szörnyeket, amiket elég nehéz eltalálni, amikor cikcakban szaladgálnak feléd, de tegyük fel, hogyha mindenkit pont lelősz, még úgyis kifolytsz egyszerűen a lőszerből. És amikor az ember a haverokkal megy, amikor kap társakat, akkor ki kell használni, egyszerűen a játék ilyenkor már rákényszeríti, hogy így próbáljon trükközni. Én például mindig azt csináltam, hogy amikor jött ránk egy tucat szörny, elbújtam valahova, és hagytam, hogy a haver, aki amúgy haladatlan és végtelen mennyiségű lőszere van, kinyírja az összes ilyen lényt. Szóval meg lehet oldani, de ez szerintem annyira gázja a játék, konkrétan rákényszerít arra, hogy az ember kihasználja ezeket a kiskapukat. Na de ennyi lett volna a Metro Reduxról, ez csak a 2033 tesztje volt, a Last Light-tal még csak most kezdek el játszani, bár azt már egyszer kiáltottam, szóval tudom, hogy ez egy kiváló minőségű játék.
Egy szó mint száz, ez a Metro Redux egy kiváló minőségű pak, egy rohadt jó csomag. Hogyha azon gondolkozol, hogy mit kéne venni PS4-re vagy Xbox One-ra, hát akkor szerintem ez egy tökéletes választás. És hogyha PC-n akarsz valamit, akkor ez is tök jó, főleg, hogy optimalizálva lett, és most már elfut a gyengebb gépeken is, vagy hogyha erős géped van, akkor biztos lehetsz benne, hogy az élmény maximális lesz. És ugye a végén már csak annyit mondanék, hogy teljesen megérte visszatérni a Metróba.